A lakásvásár támogatója a Hungest Hotel Szállodalánc. A műsor támogatója a Balla Ingatlan. Helyben, reálisan. ballaingatlan.hu. Műsorunk az a Győr szól, és az Aranyszarvasogató támogatta. Ez a lakásvásár hatós csatornán köszöntöm Önöket, nagyon sok a megbeszélni valónk már, úgyhogy gyorsan bemutatom a vendégeinket, Sándor Viktória, a Magyar Ingatlan Közvetítők Országos Szövetsége Etikai Bizottságának elnöke. Szervusz, Viki! Szervusztok, jó estét kívánok! Schneider Zoltán, a Balla Ingatlan Irodák belvárosi irodavezetője. Szervusz, Zoli! Szia, Laci! És Németh Gábor digitális szakértő. Szervusztok! Szervusztok! Kezdjük azzal, hogy ugye volt egy konferencia, amit ti szerveztetek igen nagy sikerrel. Gyakorlatilag az ingatlan szakma teljes egészét lefette, és picit a jövőbe is mutatott. Erről is beszélgetünk, hogy ott miket hallottunk. Szóba hozok mindenképpen azt is, hogy az elmúlt napokban, hetekben sok izgalmas dolgot jelentett be a kormány. Ugye egyrészt megszűnt a lakástakarékok állami támogatása egyik pillanatra a másikra. Másrészt pedig, ugye azt tudjuk, hogy 2020. január 1-től az áfa már nem 5%, ezt még nem tudjuk, hogy mennyi, valószínűleg 27, de ezt még nem jelentették be, de hogy nem 5, az biztos. Hogy ezek milyen változást hoznak, illetve még egy lényeges dolog, hogy az áfánál azért van két új finomító jogszabály, hogy milyen esetben lehet még átcsúszni a következő évre 5%-kal. Na, ezekről beszélgetünk. Kezdjük akkor a kedvesebbel, a konferencián mi történt, és majd onnan szépen átmegyünk a piaci hatásokra. Tényleg nagyon jó sikerült konferencia volt, ritkán mondunk ilyet, nagyon sok vendég és remek előadások általában hangzottak el. Te, mint egyik főszervezőjének a konferenciának, hogy látod, mi volt a fő mondani valója? Eredetileg úgy terveztük a konferenciát, hogy két részből álljon. Egyrésztről felvetjük azt, hogy mi az ingatlan közvetítés jövője, minek nézünk elébe, és örömmel látom, hogy Gábor itt van a környezetünkben, egy ő is egy előadója volt a konferenciának. Még nagyon izgalmas témáról beszélgetünk majd. Így van, pontosan, az én szívem csücske az IT. A másik rész pedig, hogy egy megoldással szolgáljunk a kedves kollégáknak arra vonatkozólag, hogy hogyan lehet túlélni a változásokat. Hát nem is kis változásokról van szó. Jó, hogy érzed, hogy mik voltak a legérdekesebb, legizgalmasabb előadások és témák? Most nem a személyek érdekesek, hanem inkább a témák. Ismételten örülök, hogy Gábor itt van, mert ő volt egyébként az egyik legsikeresebb és legnépszerűbb előadónk. Az ő témája a mesterséges intelligenciához kapcsolódik, majd erről fog gondolom ő beszélni, és ez ennek e körül forgott az egész délelőtti program. Úgy gondolom, hogy egy picit sikerült elbizonytalanítani az ingatlan közvetítőket, hogy mi lesz a jövőben, hogyan reagálnak majd a kihívásokra. Érdekesnek tartottam még a megoldásokat. Belemenjünk egy picit jobban picit ebben. Lehet, igen. Elsősorban láttunk olyan megoldást, ami az online platformokra vonatkozik, tehát a Facebookra, persze, az Instagramra vonatkozóan volt előadás, megmutatták, hogy hogyan lehet kezelni, hogyan tudunk sikeresebben hirdetni ezek által, hogyan nem fogjuk elveszíteni a munkánkat, ha minden igaz. Tehát olyan dolgokat láttunk, ami nagyon jövőben mutató volt. Igen, az, hogy a nyakunkra a digitális forradalom, nyakig benne vagyunk, és hát Gábort is azért hívtuk meg, mert ennek egyik avatott szakértője, igaz, nem okvetlen ingatlan területen csak, de mi most csak erről beszélgetnék, ugyanis az előadások azt hiszem egyik vezetője volt, és rögtön azzal kezdte, vagy a második percben elmondta, hogy a digitális forradalom gyakorlatilag megszüntetheti az ingatlan közvetítők munkáját, de ettől jó kétségbe esett mindenki, ugyanazért nem erről van szó. Természetesen nem erről van szó. Ugye maga a digitális forradalom, az a technológiai fejlődésnek egy olyan szintjét érte el, ahol most ugye már az internet korában, nagyjából 20 évvel az internet indulása után, ez a digitális fejlődés ez olyan mértéket öltött, hogy nagyjából azt mondjuk, hogy most 18-24 havonta duplázódnak meg a teljesítmények, ami már azt jelenti, hogy bizonyos algoritmusok elértek akár az emberi teljesítőképesség határára, sőt, vannak olyan feladatok, amit nagyon sokszor jobb teljesítménnyel és gyorsabban lát el egy ilyen algoritmus, vagy egy ilyen program, mint akár az ember.
Igazából nem erről van szó, arról van szó, hogy mint minden forradalom nagyon átalakítja ugye a világot. Azt szokták mondani, hogy egy ipari forradalom, vagy egy nagy technológiai forradalom általában két dologgal jár, jólétet hoz, és nagyon sok olyan munkát kivált, amit igazából az emberek nem szívesen csinálnak. És igazából elég jól prognosztizálható előre, hogy nem tudjuk, hogy milyen formát fog ölteni, azt tudjuk, hogy be fog következni valahogy, azt tudjuk, hogy gyors lesz a lefolyása, és nagyjából egyébként nem csak az ingatlan szakmát érinti, de akik általában adatokkal dolgoznak, nagyjából 40%-a új képességeket kell, hogy találjon magának. Nagyon fontos, amit mondasz, persze. Ugye most nem a robotokról akarunk beszélgetni, nem arról, hogy a robotok majd legyőzik az embert, és aztán ki tudja, mi lesz majd, milyen háborúk lesznek a robotok között, hanem a mai nap mit kell megtanulnia, és mit kell máshogy csinálni egy ingatlan közvetítőnek, hogy a topon tudjon maradni. Tehát milyen új eszközöket kell neki bevetnie? Én azt gondolom, hogy a digitalizáció ez egy evolúciós lehetőség, és nem abban merül csak ki, hogy én innentől fog már internetet használok, vagy akár mondjuk az interneten hirdetek, és van e-mail fiókom. Már ez is fontos, mert ez a kezdeti lépés, ami még nincs meg mindenhol. Sokkal-sokkal többet jelent. Én amellett, hogy a technológiai fejlődik, amellett, hogy a szociális terek, ugye a social hálózatok úgymond, nagyon sok olyan viselkedésmintát hoztak be, ami ugye az emberek közötti digitális együttműködést kezdte el. És azt gondolom, hogy olyan képességeket kell fejleszteni, hogy ebben a korban, ezekben a dolgokban az emberek otthon legyenek. Én nagyon sokszor szoktam példának mondani azt, hogy az én és az alfa generáció, ugye a generációkról beszélünk már egy emberölt alatt is, hogy a gyerekeimtől nagyon sokat tanulok, figyelem őket, hogy hogyan tudnak együttműködni, akár a digitális térben. Igen, a 20-as, 30-as generációról beszélünk, erről majd külön érdemes megemlékezünk, talán egy külön műsort is szentelünk erre. Ti hogy látjátok azt ingatlanosokként, hogy ez a digitális forradalom hogyan lép be az életetekbe, mint ingatlan közvetítő? Viki, egyre nehezebb követni, főleg az a korosztály, aki most a java az ingatlan közvetítőknek, tehát a 30 pluszos kategória nem tud olyan szinten alkalmazkodni a digitális forradalomhoz, mint ahogy ez elvárható lenne. Tehát ugye ezek csak a 20-asok. A megszólítása. De abban kevés van. Ja, megszólítás. Pontosan, igen, tehát a maga az ingatlan közvetítői társadalom szerintem 30 pluszos, inkább lehet, hogy 40 pluszos, tehát ők nehezebben követik ezeket a változásokat, és ugyanakkor, akikkel majd kommunikálni kell a jövőben, ugye az YZ generáció, aztán majd az alfa generáció, őket teljesen más módon kell megszólítani, és pont erről szólt az egyik konferencia előadás is, hogy ővelük hogy lehet majd kommunikálni, ők mit szeretnének. Zoli, te hogy látod ezt a digitális forradalmat a te munkádban? Egész egyszerűen elkerülhetetlen, tehát azt ugye mindenki látja. Az a helyzet, hogy amikor egy ingatlan közvetítőről beszélünk, akkor kell, hogy az ingatlan közvetítőnek legyenek felvértezve különböző kvalitásokkal is. Ebbe bekerült ebbe a Pixisbe most egyfajta nyitottság erre a digitális szemletre. Tehát azok a ingatlanosok, akik nem tudnak haladni a korra, azok bizony le fognak itt farigcsálódni menet közben. Erre kell egy késztetés, egy rálátás, hogy az ember használja ezeket az új technológiákat, ők kénytelenek leszünk. Mit értünk konkrétan az ingatlan közvetítésben a digitális új megoldásokon? Ugye, ami nagyon érdekes, hogy rengeteg időt töltünk úgynevezett digitális térben. Gondoljuk csak azt, hogy mondjuk adott esetben egy átlag felnőtt vagy fiatal mennyit tölt a Facebookon. Ugye minél jobban fejlődik a technológia, annál több szenzort tudunk úgymond felszerelni, és ugye egy digitális nyomokat hagyunk magunk után, és hogy ezeket a digitális nyomokat úgymond adatokat lehet úgy rendszerezni, amiből nagyon értékes információk nyerhetők ki, akár mondjuk egy ingatlan közvetítő számára. Tehát én ha szeretném hangsúlyozni, ugye az előadásom során sokszor megijednek az emberek, vagy igazából egy kicsit ugye a sokkolás is talán ennek a célja, de a fő célja nem ez, fő célja az, hogy ez nagyon sok lehetőséget is rejt. És azt gondolom, hogy azért mondtuk, hogy 40-50%-kal csökkenhet mondjuk adott esetben egy ilyen területen dolgozók számú, de a másik 40-50-nek lehetőség adódik, és azt gondolom, hogy aki ugye erre figyel és igazán képben tartja magát, nagyon sok lehetőség lehet. Most nem is baj egyébként, hogyha 50%-kal csökken az ingatlan közvetítők száma, mert van annyi kókler, meg azt gondolom, nem biztos, hogy piacra való, hogy ezzel nyugodtan lecsökkenteni. Nézzünk konkrétan dolgokat, hogy mik azok a digitális formák, amik egy ingatlan közvetítő számára most egyszerűen használandók már. Ugye említettük itt az online felületeket, Facebook, Twitter, stb. Mennyire használják ezt szerinted az ingatlanosok, és mennyire kell ezt használni?
Szerintem még nem használják, általánosan elterjedve nincs, ugye nagyjából a közösségi média és az online hirdetéseknek a mikéntjében ez nagyjából kimerül, de azért már találkoztam egy-két olyan arccal, aki egy picit ezt már többet tovább gondolta, és mondjuk már algoritmusokat használ arra, hogy akár 42 felületen hogyan tud egyszerre hirdetni, és a hirdetését például hogyan figyelteti mondjuk olyan algoritmusokkal, olyan programokkal úgymond, ami már az emberi agy számára feldolgozhatatlan mennyiség információt tartalmaz, de ő számára olyan előnyökhöz juttat, hogy hogyan lehet az ő hirdetés akár minél adott esetben a versenytársak előtt. Hogyan lehet egyébként? Ti alkalmazzátok ezt? Hát azt gondolom, hogy ebben még azért az ingatlanosok elég a... Van egy-két forradalmár, aki mondjuk már Facebookot használ, ott azért már megjelentek a hirdetések, de azt gondolom, ez onnan lesz már profi, amikor egy adott ingatlant mondjuk targetálva hirdetünk. Tehát egy bizonyos... A célorientáltan. Hát igen, tehát ez már egy... Itt is azért látok sokszor olyan kollégátok, akik ezek jól alkalmazzák, de ez még az így gyerektípőben jár. Tehát itt ilyen fajta előadásokra, képzésekre még azért gazdagon szükség van. Pont most jöttem egy ilyen képzésről, az egyik előadónk tart most a mi szövetségünknek képzést. Mi nagyon szeretjük a kollégákat ilyen szempontból is, tehát az újdonságok felé irányítani, és egy Twitter, Instagram, Facebook kampány lehetőségről tartott előadást, és lesz még egy előadás, elég nagy népszerűségnek örvend. Tehát azt mondom, hogy az igény megvan rá, az, hogy valóban fogjuk tudni ezt használni, tehát ez nem készségszintű ma még a társadalmunkban. Mik azok a digitális eszközök konkrétan, amiket használja kell, vagy kellene az ingatlan szakmának, a közvetítőknek? Hát szerintem mindenképp ugye a mobileszközök, illetve ugye a közösségi tereknek a használata. És ugye nagyon fontos az, hogy itt azért van egyfajta közösség, illetve egy vevő, egy vásárlói edukáció is. Tehát az emberek, hogy azt látni kell, hogy ez a forradalom ez elkezdett lezajlani most a pénzügyi szektorban. Tart az biztosítási szektorban. És elég nagy és régmúlt az ingatlanpiac is, hogy komoly fejlesztések vannak, tehát valamilyen formában jelen lesz majd. Viszont az nagyon fontos megjegyezni, hogy ezek a technológiák ezek elérhetők lesznek bárki számára. Hát már elérhetők. Már elérhetők, igen. Ugye nagyon fontos az, hogy az ingatlan közvetítő felkészült legyen ebben, és el tudja érni valóban célorientáltan a közönséget. Tehát ha tudod azt, hogy egy adott lakás, mondjuk akár egy garzon lakás, mondjuk egy 30 nézet, egy szobás, ugye, főleg fiataloknak adható el, akkor nyilván nem érdemes neked egy olyan felületet megfognod, most nem akarok nevesíteni egyetlen felületet sem, amely teljesen szétszórt. Hanem, ugye? Tehát ez a lényeg ennek a dolognak. Nagyon érdekeset, illetve erről végül is tudtunk, arra biztatott minket az előadó, hogy készítsünk videót. Menjünk be a lakásba, mutassuk meg az arcunkat, sziasztok, itt vagyok, ez a lakás pont nektek szól. Tehát az élő képekre mozdul rá ez a típusú közönség. Ez vadonatúj ahhoz képest, hogy annak idején még ugye elődeink az Express újságban hirdettek, és óriási fejlődés, mintegy 20 év alatt. Hát de ha belegondolsz abba, hogy a Facebookon mit nézel meg? A szöveget nem biztos, hogy megnézed. Lehet, hogy egy izgalmas címmel igen, ami sokszor már félrevezet egyébként, de egy képet már inkább megnézel, egy mozgót pedig pláne megnézel, aminek még hangja is van, az meg végképp, nem? Ugye, Gábor? Igen, és ugye pont Vikihez kapcsolódva, hogy nagyon sokan hogy azt gondolják, hogy ez a nagy digitális lét, ez ugye elég idegedíti az embereket egymástól, de pontosan ebben a térben lehet igazán személyessé tenni és ezzel kitűnni. Tehát azon nagyon sok lehetőség, ami az offline-ban működik, az működik itt is. És ez még egy gondolat csak, hogy ugye, amit előbb elkezdtem, hogy ugye rengeteg olyan, a vásárlók hozzászoktak ahhoz, hogy minden információt rendelkezésükre áll ahhoz az online térben, hogy ők döntést tudjak hozni. És ugye a jövő talán az lehet, hogy ők arra fognak majd vágyni, hogy mi ez a felület, vagy ki az, aki igazából összeköti őket a megfelelő információval leggyorsabban. Igen, tehát ugye ez abszolút jellemző erre a társadalomra, hogy információt ad, akar, azonnal, minél többet és azonnal. Tehát ugye erre kell nekünk felkészülni, illetve ilyen platformok kellenek majd, ilyen hirdetési platformok, amik ezt kiszolgálják. De ha belegondoltok, hát Viki, te nem csinálod meg olyan régen ezt a szakmát. De azért 15 évvel ezelőtt is már voltak, ami nem is 3D-s felvételek lakásokról, hanem már besétáltak kamerával, egyszerű kamerával, de ez még nagyon forradalmi volt. Ugye utána jött a 3D-s módszer, ami külföldön alap, egyértelmű, ez ma már nálunk is, de még nem hat annyira.
Tehát még a drágább ingatlanoknál is meggondolják azt, hogy 45 ezer forintot kiadja neki arra, hogy valaki készítse egy digitális lakásbemutatót mondjuk. Miközben látom olyan amerikai hirdetést, ahol beépítettek egy kisvasutat például a házba, és a kisvasúttal mentek körbe. Tehát nem sajnáltak a pénzt arra sem, hogy síneket építsen ki, mert izgalmasabbá tették a dolgot. Ugye hát ez a lényeg a dolog, az egész eladásnak, nem? És akkor itt jön az én szövegem, hogy ugyanakkor az ingatlan közvetítő és a bemutatás maga az élmény. Tehát hiába ülök abba a fotelba, hiába nézem azt a 3D-s előadást, de érezni akarom az illatot, meg akarom nézni a házat, meg akarom fogni ezt a szövetet, ami a kanapén van. Tehát erre szükség van, és itt elkerülhetetlen, ami szerepel. Hát meg nem tudod okvetlen a filmben elmondani, vagy megmutatni, hogy a műszaki paraméterek milyenek, nem tudod megmutatni a kazánt esetleg. De még ha meg is tudod, látni akarod, érezni, hát, tudni akarod. Így van. Igen. Hát igen, ez egy fontos momentum különben, mert ugye beszélünk arról, hogy megszűnhet a szakmánk, én azért gondolom, hogy nem. Tehát, hogy egy húsvér kollégára mindig szükség lesz, aki ott impulzusokat, érzelmeket vált ki. Aki felkészült. Hát az alap, semmit nem tud volna, akkor semmit nem megyünk vele. Tehát, hogy nagyon sok mindent meg lehet a neten mutatni, körbejárhatjuk, megnézhetjük az utolsók is helyiséget az ingatlanba, tehát erre van technológia, de mindig kell ott lenni egy felkészült kollégának, aki az egész keretet ad az egésznek. Igen, ezzel küzdenek a plázák is tulajdonképpen, mert ugye ők is abban a cipőben járnak, hogy oké, ott vannak a nagy bevásárlóközpontok, na de ma már az online vásárlás egyre inkább teret hódít, hogy elmennek az emberek egyáltalán a plázákba. Én azt gondolom, és ugye ez a végeredmény is, hogy na, hogy elmennek, hiszen a másnak a vasárpot kirándulnak, nem a János egyen, ami egyébként borzasztó dolog, de hát ez az új kornak a... Tehát nem lehet kihagyni a személyes varázsát annak, hogy megfogd az árut például, ugye? Ugye ez az ingatlan. Egy online vásárlásnál akár egy cipő, amit visszaküldesz 14 napon belül, ott esetleg lehet, de egy lakást, megkapod, de egy lakást igen, nem tudsz visszaküldeni. Ja. Ugye, Gábor, ez? Igen. Jó, oké. Akkor legyen ennek a beszélgetés résznek a zárszava ez, hogy az ember a személyes varázsa a közvetítőnek soha nem fog megszűnni. Azt gondolom. Egészen biztos. Én még azért egy pár szóba visszatérnek, mert olyan gyorsan lezártuk ezt a kérdést. Nekem például nagyon tetszett az előadásban ennek a sebessége, ennek az egész forradalomnak. És számomra, én mondjuk egy olyan emberke vagyok, aki használom is, meg szeretem is az új eszközöket, de számomra is riasztó volt, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt milyen készülékkel rohangált az ember, és hogy évenként gyakorlatilag most már hihetetlen. Tehát, hogy egy év alatt mennyit fejlődik akár egy mobiltelefon. Tehát, hogy hol van mondjuk 5 év múlva vége, mit fog tudni 5 év múlva egy telefon. Tehát, hogy ez számomra nagyon-nagyon riasztó, hogy miket tudunk. És már japánk ilyen kis gépeket is. Visszatérve, hogy egy ingatlanos kollégámmal beszéltünk, hogy mindkettőnknek egy normálisabb telefonja van, hogy mit lehetne még ebbe beépíteni, amit tudnánk használni. És baromi nehéz volt olyan funkciókat mondani, ami nem volt benne. Én egy lézeres mérőt mondtam, lenne benne a telefonban. Igen, lézeres mérő, akkor azt szerintem nem is lenne túl költséges, és azért még egy jó ötletet adtunk most azt szerint a gyártóknak. És akkor még nem beszéltünk a profilozásról, még nem beszéltünk az olyan robotokról, emberszabású robotokról, akivel Gábor is találkozott, és aki akár ingatlan bemutatni is képes lesz, de hát ez még a jövő. Na, erről most nem is beszélünk, akkor megint elvettük a kérdét a szakembereknek. Mondja, Gábor, hogy mondta. Egy gondolat ez, hogy látva téged is, hogy reagálsz erre, ez nagyon jó. Én azt mondom, hogy nagyon nyitottnak kell maradnunk, mert rengeteg olyan fogalom fog jönni, amit nem tudunk mihez kötni, mert eddig nem volt itt. És azt gondolom, hogy a legfontosabb az a képesség talán, hogy az adaptálásnak a képessége. Hogy amikor kezedbe kerül egy ilyen dolog, akkor mire tudod használni. És jó. Azt mondtam, hogy ezzel az új tulajdonsággal kell majd fölvértezni magát azoknak a kollégáknak, akik piacon akarnak maradni. Ez így van. Maradék hátlevő néhány percet. Használjuk viszont arra, hogy nézzük a piacot, hogy hogyan reagál arra két bejelentésre, amit a kormány a közelmúltban tett meg. Az egyik ugye a lakástakarék pénztárak állami támogatásának a megszüntetése. Nem a lakástakarékot szüntette meg, nagyon fontos ezt elmondani, hanem az állami támogatást szüntette meg. Tehát nyilván működnek, mi több, a már eddig megkötött szerződések élnek, tehát ha 10 évig, akkor 10 évig, de továbbra is lehet kötni, csak nyilván más konstrukcióban kell gondolkodniuk a lakástakarékoknak. Ez egyik, a másik pedig ugye az 5%-os
új építésű áfa, ami 2020. január 1-től megszűnik. Itt tett a kormány egy vagy két módosító javaslatot, mi több ajánlást. A pénzügyminisztérium, fel is olvasom pontosan a pénzügyminisztérium közleményét, két feltétel esetén átcsúszhat az 5%-os áfa 2020. január 1 utára. Az egyik, hogy a tulajdonjog ingatlan nyilvántartásban történő bejegyzéshez szükséges okiratot 2019. december 31-ig be kell nyújtani. A másik pedig, hogy jövő év végéig az ingatlan szerkezetkész állapotuk kell, hogy legyen, amiről az ingatlan értékesítőjének kell a NAV felé egy forma nyomtatványon nyilatkoznia. Hát ez két olyan engedmény, ami minden bizonnyal azért segíti az új lakások elkészülését, illetve az 500-os áfának a további élését. Ugye, Zoli? Kezdjük akkor az első kérdéssel. Hogy az a piac, ez a két? Fundamenta? Lakástakarék, nem csak fundamenta. Lakástakarék. Négy lakástakarék pénzt. Lett most egy űr a piacon, akárhogy is vesszük, ez egy népszerű termék volt. Én azt gondolom vélemény szerint, hogy ezt sokan használták, és sokan tudták jó célra használni. Én bízom benne, hogy valamiféle olyan termék lép a helyébe, ami ezt az űrt, ezt ki fogja váltani. Bocsánat, azt ígér a kormány, hogy a csokra tereli át ennek a összegnek, ugye 70 milliárdról beszélünk, amit az állam évente beletett, hogy ezt a csokra áttereli, és megengedjük azt is, hogy az egyedülállók és a gyerek nélkülek is bekerülhetnek a csok rendszerébe, vagy bármilyen más lakástámogatási rendszerbe, mert itt ugye ez a baj, hogy ők estek ki. Igen, de ugye ezeket a termékeket használták felújításra. És nagyon sokan használták felújításra, és ez egy fontos momentum, hogy nem csak az újépítésű ingatlanokra kell koncentrálnunk, hiszen itt rengeteg használt ingatlan van, és nagyon hatékonyan tudtak technológiát felújítani, és rengeteg fűtéskorszerűsítést. Állami támogatású felújítási program igen, is tehát, hogy volt, meg van. Igazából én azt gondolom, hogy itt van egy nagy tátongó űr, hogy, de én bízom azokban a cégekben, akik különböző termékekkel piacon vannak, hogy megpróbálnak valami fergségképes terméket ide berakni ennek a helyére. Hogy ez hogy fog a piacra jutni, ugye ezek a szerződések még 10 évig futnak, szép lassan kifutnak. Én most egyelőre nem látom, hogy ez nagy mértékben befolyásolná rövid távon a piacot. Igen, mert az építési piacot valószínűleg nem fogja befolyásolni, illetve az igen, hogyha az 500-os áfa megszűnik, mert azt hallani, nagyon sok építő mondja, hogy oké, hát most már megcsináljuk gyorsan, de utána visszafogottabban fogunk építkezni, hiszen ugye ha visszaemlékszünk arra, hogy amikor levitték az áfát 5%-ra, akkor mindenki abban reménykedett, hogy akkor az árak is csökkenni fognak. Mi történt az árakkal? Nem csökkentek az árak 22%-kal, maradtak, esetleg még nőttek is. Na most, hogyha az akkor megtörtént, most, amikor megemelik 22%-kal, nem tudjuk, de feltehetően igen, akkor 22%-kal meg fog nőni az új lakások értéke, és ez magával húzza majd a használt lakásokét is. Meglennék lefejszen, nem biztos, hogy lesz fizetőképes kereset erre. Viki, te hogy látod? Már most sincsen szerintem, tehát olyan fogyóban, szintű, ugye? Így van, olyan szintű, olyan magas szintű már most is az új lakások ára, hogy egyre kevesebbre a kereslet. Nyilván ki fognak futni ezek a projektek. Abban biztos vagyok, hogy az újszerű ingatlanokra továbbra is nagy mértékű lesz a kereslet, hiszen ez valamilyen szinten tudja pótolni az új lakásokat, nyilván nem tudja helyettesíteni. És az újszerű és ugye az, amelyeket a 2000 után épült lakásokról beszél. Tehát ezeknek is egy része most a piacra kerül, és ezek elég népszerűek. Tehát sőt, van olyan is, ami ugye úgy újszerű, hogy még első tulajdonos ugyan, de nem használta. Így van, pontosan. Tehát a használatba vételi engedély után rögtön eladja. Sok esetben már nincsen tere az áremelkedésnek, tehát azért annyira feszített árak vannak. És az egy másik fontos dolog, hogy azok a beruházások, ahol még nem történt semmi, egy kapavágás, azok nagy valószínűség szerint azok nem fognak kifutni. Ugye azt gondolom, hogy ez egy könnyítő tényező, hogy adtak egy kis laufot, és a fene tudja még ugye elkövetkezendő egy évben még mi fog változni.
Én azért bízom benne, hogy nem úgy lesz ennek az áfának vége, hogy egyszer csak itt vége, és nincs semmi olyan megoldás, ami a 70-80-90%-os ingatlanok átadását mondjuk nem könnyítik meg. Tehát azért ott, itt nem csak beruházók, nem csak fejlesztők járnak rosszul, hanem a vásárlók is. Tehát itt valamiféle megoldást lehet. Én nem hiszem, hogy az a megoldás, hogy egyszer csak azt mondjuk, hogy itt a vége, és innentől... Igen, nagyon érdekes, mert éppen a közelmúltban Győrben jártunk, és készítettünk két filmet is, az elmúlt két adásban levetítettük ezeket, és ott az egyik nagy vállalkozó, nagy építési vállalkozó, aki lakásokat épít, de száz számra évente, sőt többet is, azt mondta, hogy oké, persze, hát történik az áfa változás, de ettől függetlenül építeni fog. Mert van egy olyan kör, akinek ő ezt el tudja adni, például azoknak a garzonokat, akik bérbe tudják ezt adni, hiszen Győrben például óriás a kereset a bérlakásra. Igen, ám csak erre azt mondja a helyi főépítész, hogy deformálja a lakáspiacot. Mert hogyha sok garzon jelenik meg, sok bérlakás jelenik meg piaci alapon, akkor ez nem biztos, hogy egészséges arányt jelent. De ez már picit messze is vezet, ezt hogy látta? Hát igen, ezek már ilyen makrogazdasági tényezők, tehát ezeket nagyon-nagyon nehéz megjósolni, hogy mi lesz akkor, hogyha mondjuk egy győri piacra több száz garzon lakás kerül piacra. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy talán Merlin a varázsló az, aki erre választ tud adni. Egy nagy hirtelen. Nem beszélve arról, hogyha véletlenül eltelepül onnan valaki, aki korábban olyan sok munkát adott, akkor ott maradnak ezek a lakások, amikkel nem lehet mit kezdeni. Láttunk már ilyet. Ez így van. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Önöknek köszönöm a figyelmet, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra. A lakásvásár támogatója a Hungest Hotel szállodalánc. A műsor támogatója a Balla Ingatlan. Helyben, reálisan. ballaingatlan.hu. Műsorunk az a Győr szól, és az Aranyszarvas Hogadó támogatta.